Íme a Miló viadukt, a világ legmagasabb hídja. Legmagasabb pilonja lélegzetelállító 343 méteres magasságba emelkedik. A híd a felhők felett ível át. A különleges építményről úgy tartották, hogy meg sem lehet építeni. Amikor bemutattam a híd első rajzait, tényleg azt hitték, hogy megbolondultam. A bámulatos égi autópálya építőinek át kellett vészelniük a földcsúszamlásokat, a 130 km per órás széllökéseket és a hatalmas viharokat, miközben a híd a levegőben egyensúlyozott. Ennek a hídnak a megépítéséhez minden addigi mérnöki tapasztalatra szükség volt, sőt, még annál is többre. Különleges építmények. A Miló viadukt. Képzeljenek el egy sor ejtőt, majd rajtuk egy négysávos autópályát, amely keresztülível Franciaország egyik legmélyebb völgyén. Lehetetlenségnek hangzik, mégis elég pontos leírás a Miló viaduktról. Az építőkre kezdettől fogva félelmetes feladatok vártak. 1. Építsék fel a világ legmagasabb híd pilléreit. 2. Helyezzenek rájuk egy 36 ezer tonnás autópályát. És 3. Állítsanak fel 7 egyenként 700 tonnás acélpilont. Ráadásul mindezt több száz méterrel a szilárd talaj felett. Olyan magasan, hogy a bámulatos hídra még az Eiffel torony tetejéről is felfelé kellene nézni. Kezdik a munkálatokat. A hídra 120 éves garanciát kell vállalniuk. A pályázat elnyerése érdekében megígérték, hogy rekordidő, kevesebb mint 4 év alatt elkészülnek vele. Összehasonlításképpen a világ leghosszabb függő hídja, a Japánban álló Akashi Kaikyō építése 10 teljes évet vett igénybe. A tétet fokozza, hogy a késés napi 30 ezer dollár kötbérbe kerülne. A hét pillér számozása a völgy északi szélénél kezdődik. Az egyesnél a meredek lejtő okoz nehézséget. A kettes lesz a legnagyobb feladat, mert az a legmagasabb. A folyón átvívő hármas sem sokkal alacsonyabb. Ezután a négyes, ötös, hatos és hetes kapaszkodik fel az enyhébb déli lejtő. Először az alapozást kell mélyen a sziklába ágyazni, hogy elbírja a ránehezedő híd roppant terhét. A természet erői azonban az építők ellen fordultak. A geológusok figyelmeztettek a környék töredezett, üregekkel teli mészkő talaja által jelentett veszélyre. Az üregek a helyi sajtgazdaságok alapját jelentik. A Milóhoz közeli barlangrendszerekben élő egyedi baktériumfajnak köszönhető a világhírű Roquefort sajt kékerezete. Ám ami a sajtnak áldás, az egy különleges építménynek átok is lehet. A geológusok egy dolgot megjósoltak, a földcsúszamlást. Egy ilyen katasztrófa az egész vállalkozást veszélyezteti. Az építkezés a figyelmeztetések ellenére a tervek szerint halad. Már sokat haladnak, mire egy szörnyű vihar az előrejelzett módon földcsúszamlást vált ki. 4000 köbméter szikla szakad le az egyes pillér mellett. A
lezuhanó kövek szerencsére nem károsítják a pillért, de a jelzés félreérthetetlen. Értékes munkaerőt és felszerelést kénytelenek átcsoportosítani, hogy a lejtő stabilizálásával elejét vegyék az újabb bomlásnak. Ha ezt a helyet földcsuszamlások fenyegetik, akkor miért éppen itt építik meg a világ legmagasabb hídját? A válasz egyszerű. Az 1980-as években Franciaországban megépült a Párizst Spanyolországgal közvetlenül összekötő autópálya. A jelentős közlekedési útvonal dél felé szeli át a francia vidéket. A földközi tenger felül az út észak felé indul, amíg mindkettő el nem éri Franciaország egyik legmélyebb völgyét. És megtorpan. Köszöntjük Milóban, Franciaország legnépszerűtlenebb útszűkületében. Miló városa a Massif Central hegyvidékén, Franciaország egyik legelbűvölőbb táján található. Nyáron viszont a szegény középkori városkát megfojtja a forgalom. A helybéliek ezt többé nem tűrhették, ahogyan a polgármester sem. Borzalmas hírverés volt. A rádióban és a televízióban naponta elhangzott, hogy az autósok kerüljék el Milót, mert feltorlódott a forgalom, és 5 órát kell várakozni. Nem csak Miló lakói érezték így. Két sofőr, Jemila és Jemima teszi meg a mintegy 30 kilométert a város két oldalára érkező autópályák között, hogy bemutassák, miért is volt szükség erre a hídra. Jemila a 33-as autóban az új hídon kel át, míg Jemima a 22-essel a régi úton megy a völgy fenekén. A 33-as az autópályán alig 18 perc alatt a Milói viadukthoz ér. Az egyetlen késedelmet a fizetőkapun való áthaladás 30 másodperce jelenti. Ezután 100 km/órás sebességgel kel át a gyönyörű hídon. Csupán 32 perc alatt átér a túloldalra. A 22-es autó csak ekkor kezd átlánszorogni Miló középkori utcáin. Kerékpárosokat, gyalogosokat és kutyasétáltatókat kell kerülgetnie. A 22-es csak ezután kezdhet felkapaszkodni a völgy túlsó lejtőjén. A teljes ideje 1 óra és 35 perc, több mint 1 órával az autópályát és a hidat választó Jemila mögött. Egyértelmű, hogy miért van szükség a hídra. A francia hatóságoknak mégis sokáig tartott, hogy beleegyezzenek az építkezésbe. 12 évvel az alapkő letétele előtt Párizsban a közlekedési minisztérium vetette fel először a tervet. Fő hídépítőjük Michel Villageau nem mindennapi mérnök. Ő nagyban gondolkodik. Nagyon nagyban. Mint például az Észak-Franciaországban álló normandiai híd, a világ leghosszabb ferdekábeles hídja. A rekordot jelentő alkotás után Villageau hozzákezdett a következőhöz Milóban. Ide is merevítő kábeleket tervezett, ám a technikát minden eddiginél tovább vitte. A pillérek 4-szer olyan magasak, mint a normandiai híd pillérei. A Miló híd nem csupán a legmagasabb a világon. Minden eddig épített hídtól különbözik. Amikor bemutattam a híd első rajzait az illetékes hatóságoknak, tényleg azt hitték, hogy megbolondultam. Villageau normandiai hídjának testét két sor kábel tartja. Milóban azzal emelte a tétet, hogy az egyik sortól megszabadult, ezzel kétszeres terhelést róva a másikra. Még fontosabb, hogy a 2,5 kilométeres viaduknak nem egy fő belső mezője van. Egy sor pillér támasztja alá a völgyön keresztül. Több pilónos, egy ferdekábel soros felfüggesztésű híddal ekkora léptékben még senki sem próbálkozott. A francia hatóságok törhetik a fejüket. Villageau nagyra törő elképzelése feletti aggodalmukban pályázatot írnak ki más mérnökök és építészek számára másféle tervekre. A nyertes Lord Norman Foster, a világ egyik legnevesebb építésze.
Ő építette Hongkongban a világ legnagyobb repülőtéri termináliát. Barcelonai távközlési tornyán valósággal egy árbócról lógnak az irodát. Ő az az ember, aki rendszeresen elképzeli a lehetetlent, és valóra is vágya. Engem a kihívások éltetnek, ez pedig egyik kihívást jelentette a másik után. Milo egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy a mű illeszkedjen a tájba, hiszen a híres Gorge du Tarn a Grand Canyon francia megfelelője szomszédságában áll. Hogyan lehet valami, ami hihetetlen erővel áll ellen az elemek ostromának, egyben finom és légies? Hogyan szőhető bele egy ilyen hatalmas mű a csodálatos tájba? Érdekes módon Foster megoldása az volt, hogy még egy lépéssel tovább vitte Villeneuve merész elképzelését. Az elegáns mérnöki művet kecses műalkotássá tette azzal, hogy a 9 eredeti pillérből 2 elhagyott, a megmaradtakat pedig a hídpályával együtt sokkal karcsúbbra faragta. Foster célja az volt, hogy a híd olyan finomnak tűnjön, mint egy pillangó, ám egy pillangónak nem kell 5 Eiffel-torony súlyát cipelnie viharos erejű szélben több száz méterrel a Tarn folyó felett. Egy tervezési hiba katasztrófát eredményezne. 2001. december. Zajlik az építkezés a francia Milo viadukton, a világ legmagasabb hídján. A vállalkozásban minden óriási. 200 000 tonna betonra lesz szükség. Ez olyan sok, hogy a helyszínen kell betonüzemet építeniük. Ez a beton azonban korán sem hétköznapi. A keverési arányt pontosan el kell találni, hogy elég szilárd legyen az iszonyatos teher megtartásához. Ugyanakkor nem köthet gyorsan, hiszen el kell jutnia a rendeltetési helyére, sok száz méteres magasságba, ahol kiöntik. Ráadásul pontosan a Norman Foster által megálmodott színárnyalattal kell rendelkeznie. Az építészálma a kivitelezőknek inkább fejfájást jelent. Valamennyi pillért felfelé keskenyedő, bonyolult geometriai formának tervezte, az árnyékokat létrehozó függőleges barázdákkal. Ám ami az építész rajzlapján csak egy vonal, az komoly nehézséget jelenthet az építőknek. A hatalmas pilléreket lépésről lépésre építik a zsalúzatba öntött betonnal. A megfelelő szilárdság érdekében a zsalúzat belsejét betonacélrács tölti ki. Összesen 16 000 tonna acélrudat emelnek és rögzítenek így a helyére. Hosszában kifektetve átérnék a Milo és Közép-Afrika közötti 4000 kilométert. Az egyes pillérek kialakítása nagyon összetett. Ennek következtében valahányszor szétszerelik a piros acéllemezeket, át kell alakítaniuk a zsalúzatot, hogy megfeleljen a következő 4 méteres szakasz keresztmetszetének. A darabonként akár 15 tonnás acélpanelek kezelése nem gyerekjáték. Mivel a 7 pillér együttes magassága jóval meghaladja az 1 kilométert, 250-szer kell megváltoztatniuk a zsalú alakját. Minden pilléren minden brigád 3 naponta végez egy teljes ciklussal, és kezdi előről a folyamatot. A késés folyamatos veszélye miatt versenyt futnak az idővel. A határidők és a költségvetési keretek betartásának félelmetes felelőssége egyetlen ember vállára nehezedik. Ő Jean-Pierre Martin. Ha 3 helyet 4 nap alatt végeznénk, akkor ezt az öntések számával megszorozva 3-6 hónapos késést kapnánk. A havonta csaknem 1 millió dolláros kötbér mellett Martin nem is szívesen gondol ilyesmire. És ez a határidő nem az egyetlen, ami a fejét fájdítja. A világ legmagasabb hídpilléreinek építéséhez hajszálpontos munka kell. Ha hibáznak, akkor a híd egyszerűen nem áll majd össze. Csupán 10 cm, vagyis egy tenyérnyi eltérés kell egy 4 méteres szakaszon, hogy a legmagasabb oszlop teteje 6 méterrel egy kis teherautó hosszával térjen el. Mindegyik brigád a levegőben egy adott pontot vett célba. A 2-es fillérnél ez 245 méterrel van a talaj fölött, 546 méterre az északi oldaltól, és 1914 méterre a délitől. Hiba lehetőség nincs.
Az egyetlen esélyt a 4 mm-es pontosságú GPS adja. Több műhold jelzéseinek felhasználásával pontosan meghatározhatják a helyzetet, és ellenőrizhetik, hogy valóban a légtér kijelölt pontja felé haladnak-e. A pillérek hónapról hónapra magasabbra törnek. Végül 2003. novemberében érik el teljes magasságukat. A 245 méteres második pillér lett a legmagasabb a világon, de vajon ott magasodik-e, ahol kell? Bámulatos pontossággal, 2 cm-es eltéréssel célba ért. Durrognak a pezsgős dugók. Van is ok az ünneplésre. Minden valószínűség ellenére egy hónappal az ütemterv előtt járnak, mégsem pihenhetnek meg. A vállalkozás következő szakasza az építkezés legnehezebb része lesz. A világ legmagasabb hídjának építése azzal folytatódik, hogy a 2,5 kilométeres, 36 ezer tonnás pályatestet a pillér tetejére helyezik, 270 méterrel a Tarn folyó felett. A hídépítők ismerik a munkahelyi veszélyt, ebben a magasságban viszont életveszélyről van szó. A New York-i Brooklyn hídépítése során 34-en haltak meg. 1970-ben az ausztráliai Melbourne-ben a Westgate hídon 35-en vesztették életüket. Egy évvel később 13 munkás halt meg, amikor a németországi Koblenzben a Rajnába szakadt egy híd. Tekintettel az ilyen végzetes balesetekre a kivitelezők úgy határoznak, hogy a teljes pályatestet a szilárd talajon készítik el. Ez azt jelenti, hogy acélból építik meg, ami sokkal biztonságosabb, mint a hatalmas betonelemek beemelése több száz méteres magasságban. A tervnek csak egyetlen hátulütője van. Eddig senki sem kísérelt meg a pillérére emelni egy hidat ekkora magasságban, főleg nem olyat, ami 2,5 kilométer hosszú. Végül egyetlen acélgyártónak volt bátorsága elvállalni a hatalmas megbízatást. Az IFAG acélépítő vállalatot a nagy francia mérnök alapította. Eiffel építette fel a világ akkori legmagasabb hídját, a Garabit viaduktot Dél-Franciaországban, mielőtt elkészítette a New York-i szabadságszoborvázát, és persze a nevét megörökítő párizsi tornyot. Az IFAG igazgatója Mark Bonomo tudta, hogy a cég tapasztalata ellenére is jelentős kockázatot vállalnak. A vállalat kockáztatott, hiszen ha valami közbe jön és nem sikerül, akkor az egész vállalatnak vége van. A cég acélgyáraiban állítják össze a híd testét alkotó roppant elemeket. Az óriás kirakójátékhoz 2200 különálló darab készül. Volt köztük 90 tonnás és 22 méter hosszú is. A milliméter tört részéig terjedő pontosságot lézerrel ellenőrzik. A hatalmas négyszögletes elem a központi gerinc, amely a híd szilárdságát adja. A két oldalra felhegesztett háromszögletű panelekkel szélesítik ki a négysávos útpálya számára. A szoros határidőt figyelembe véve Bonomo egy kétfejű hegesztő robottal és egy plazmavágógéppel automatizálja a gyártást. Valamennyi vágás mintát beviszik a számítógépbe, és a berendezés önállóan járja táncát az acélon. A szúrólánk hőmérséklete 28 ezer fok, a föld belső mag hőmérsékletének ötszöröse. A vágás és a hegesztés viszont csak a könnyebbik részfeladat. Sokkal nehezebb, hogy a hatalmas elemek megtegyék a több száz kilométert a gyárak és Miló között.
Az útvonalat a balesetek megelőzése érdekében gondosan meg kell tervezni. A biztonságos áthaladást a rendőrség biztosítja. Még ilyen előkészületek mellett is előfordul, hogy egyes helyzetek szorosabbak, mint szeretnék. Ez pedig nem egyszeri esemény. A viadukt megépítéséig több mint 2000 ilyen konvojt kell útnak indítani. Az elemek megérkeznek a völgy két oldalán felállított összeszerelő üzemekbe. A gigászi darabokból itt hegesztik össze a hídpálya két felét. Ám hogy ez a két fél a völgy fölé a világ legmagasabb hídpilléreire kerüljön, az hatalmas feladat. Ők lesznek az elsők, akik egy 80 emeletes felhőkarcolónál is magasabb pillérre építenek hidat. Azt tervezik, hogy minden korábbi hídépítést túlszárnyalva az egész 2,5 kilométeres hidat két kolosszális darabban csúsztatják a helyére. A híd főmérnöke Jean-Marie Kramer azon kevesek egyike, akik ezt lehetségesnek tartják. A módszert ismerő egyetlen mérnök sem hitte el, amikor meghallotta, hogy kivitelezhető. Ha elszámítják magukat, akkor az egész szerkezet leroskadhat a völgybe. Azt a megoldást találtuk, hogy a hidat két oldalról indítjuk útnak. Az egyik fele a Larzac, a másik a Rouge-fennsíkról indul. Két oldalról toljuk őket befelé, amíg össze nem találkoznak itt, a Tarn folyó fölött. Kisebb hidak épültek már hasonló technikával. Hidraulikus prések sora tolja a hidat az egyik oldalról a másik felé. Milóban azonban a valaha megkísérelt legnagyobb távon a világ legmagasabb pillérein próbálkoznak, és az eredmény katasztrófa is lehet. A híd teste olyan karcsú, hogy lehajlana és megtörne a két pillér közötti 342 méteres távon. Az eddigi legnagyobb táv, amin ezzel a technikával sikerrel jártak, kevesebb, mint ennek a fele. A megoldás első része egyszerű. Felállítanak egy pilont, hogy annak kábelei tartsák a hídnak a völgy fölé kinyúló részét. Ezután acélból ideiglenes tornyokat emelnek, így a kezelhetőbb 171 méterre felezik a fesztávolságot. Ezek az acéltornyok önmagukban is jelentős építészeti teljesítményt jelentenek. A legnagyobb 170 méteres, minden eddig építettnél magasabb és hatalmas terhet kell viselnie. A híd elől haladó része az első 90 méteres pilonnal 7000 tonnával nehezedik rá, amikor áthalad. Ha a roppant tömeget egyszerűen rátolnák a sérülékeny pillérekre, akkor ledönteni őket. Rémálomba illő jelenet volna. A hagyományos módszerekkel úgy borítottuk volna fel a pilléreket, mint a teke bábukat. Valakinek meg kellett újítania a hídépítésnek ezt a módját. Az áttörést Marc Bonomo és Jean-Marie Kramer érte el. Az alapelv egy súlyos dobozzal és egy billegő asztallal szemléltethető. A hagyományos módszer ledönti a pilléreket. A hídtestnek a pillér tetején kell áthaladnia, de ha innen tolom, akkor eldöntöm, mert annyira magas. Azt találtuk ki, hogy a továbbító rendszert a pillér tetejére telepítjük. Ha így toljuk át a pályatestet, akkor nem befolyásoljuk a pillér stabilitását. Így nem fog eldőlni. A megoldás az, hogy a híd törzsét egy sor hidraulikus szerkezet emeli meg és viszi apránként előre. Mindegyik két-két ék alakú tömbből áll a pillér jobb és bal oldalán. A felső éket hidraulikus prés húzza előre. Miközben felfelé halad az alsó éken, felemeli és 600 mm-rel előbbre viszi a hidat. Ezután az alsó ék elmozdításával a hídtest visszaereszkedik az alátámasztásra. A felső ék visszatér az eredeti helyzetébe, és kezdődik minden előről.
Az ötletes eszközökből négyet helyeznek el valamennyi pilléren, úgy beállítva, hogy az összes egyszerre dolgozzon. Ennek eredményeként az egész hidat megemelik és előbbre csúsztatják. Ám ha csak egy is meghibásodik, vagy kiesik a ritmusból, az katasztrófát jelent. Az erő addig feszítené szét a pilléreket, amíg le nem dőlnének. Amikor lenézek és meglátom Milót 300 méterrel magam alatt, felmerül bennem, hogy jó ötlet volt-e. Most az egész vállalkozás sikere egy még soha ki nem próbált prototípus. február 26 reggel. Most dől el a világ legmagasabb hídjának sorsa. Most minden kiderül. A pályatest rugalmasságát, az ideiglenes pillérek teherbírását és főleg az új hidraulikus továbbító rendszer teszik próbára. Még Bonomo, a művelet felelőse is kétségekkel küzdik. Bevallhatom, hogy mivel korábban sohasem alkalmazták, tartottam tőle, hogy nem működik. A szivattyúk rákapcsolnak, a dugattyúk nekifeszülnek, és a híd megkezdi hosszú utazását a völgyön át. Amikor meghallottam, hogy beindulnak a motorok, a hídra tettem az ujjamat, és éreztem, hogy megmozdul. A pályatest 4 percenként 600 mm tesz meg a völgy felett. A haladását műszerekkel figyelik. Így is óriási az izgalom, amikor az alátámasztás nélküli híd kisiklik a mélység fölé. Végül eléri az első pillér nyújtotta biztonságot. 204 méteren túl már csak 2256 méter van hátra. Úgy tűnik, hogy a továbbító rendszer a terv szerint működik. A mérnökök bizakodnak. Ám a levegőbe kinyúló híd jobban ki van téve a szélnek, amely a 130 km per órás sebességet is elérheti. Sajnos a hídpálya keresztmetszete egy repülőgép lefelé fordított szárnyához hasonlít. A csapat leginkább attól tart, hogy a szárny egyszerűen felemelkedik. A mérnökök szüntelenül figyelik a szelet és az időjárást. Amikor három napra jó időt jeleznek, és a szélsebessége sem haladja meg a 85 km per órát, munkára utasítanak. Folytatódhat a hídpálya beemelése. Jó okuk van az elővigyázatosságra. Az erős szél darabokra szaggathat egy hidat. 1940-ben Washington államban az Egyesült Államok északnyugati részén függőhidat építettek a Tacoma szoroson át. Július 1-én nagy ünnepség keretében nyitották meg. Ám az öröm nem sokáig tartott. A hídnak súlyos fogyatékossága volt, hogy nem bírt a széllel. A merevítés céljára beépített alsó gerendák befogták a szelet, és ettől az úttest félelmetes hullámzásba kezdett. A helybéliek hamarosan vágtázó Gertinek keresztelték el. November 7-én a híd vadul tekeregni kezdett a 70 km per órát el sem érő szélben. 11 órakor vágtázó Gerti ideje lejárt. A széltől a híd a folyóba roskadt. Ma már előírás a szélcsatornás kísérletek elvégzése éppen vágtázó Gertinek köszönhetően. A Miló híd esetében 18 hónapon át elemezték a Tarn völgyének széljárását, majd újra teremtették ezeket a viszonyokat a szélcsatornában. Az áramlástanmérnököt Olivier Flamandot is meglepi az eredmény. A szél átlagos sebessége viszonylag alacsony, ám az erős turbulencia kiugró csúcsértékeket eredményez. A töredezett felszín erős légörvényeket kelt a hídpálya magasságában. A legerősebb széllökések a 130 km per órát is elérhetik, ez pedig már felér egy hurrikánnal.
A kockázat elemzése érdekében mindent újra ellenőriztek, a pillérektől a pilonokon át az útpályáig. Ám nem elég a kész híd aerodinamikáját szem előtt tartani. Azt is tudniuk kell, hogyan viselkedik a legsérülékenyebb állapotában, miközben a helyére mozgatják. Olivier a munkatársaival félelmetes következtetésre jut. Az általuk mért szél elég erős ahhoz, hogy a rögzítetlen hidat leemelje az alátámasztásokról, és a több száz méter mély völgy fenekére taszítsa. Ezzel kezdődött a rémálom. 2003. augusztus 22-én a híd már 6 hónapja araszol előre, amikor a továbbító rendszerek egyike meghibásodik. A híd ott marad, himbálózva a szélben. A helyzetet tovább rontja, hogy az előrejelzés vihart ígér. A hatalmas prések eddig kifogástalanul működtek, mégis tény, hogy prototípusok, amelyeket a szoros határidő miatt nem lehetett kipróbálni. A bajt az okozta, hogy felhasadt a tapadásmentes teflon csúszó felület, és a hidraulika nem bírt a megnövekedett súrlódással. Sajnos senki sem készült fel arra, hogy munka közben az égbe szökő pillér tetején kell alkatrészt cserélni az óriási szerkezetben. Elkeserítő helyzet annak, aki a szakmai hírnevét tette fel erre a rendszerre. Le stress maximum. Iszonyatos volt a feszültség, mintha mérget nyeltem volna. Sohasem fogom elfelejteni. A számítások ismételt ellenőrzése felfedi a hiba okát. Alábecsülték a felületek között fellépő súrlódás mértékét. A javítás viszont lehetetlen a pótalkatrészek nélkül. Az idő fogytán. Marc Bonomónak gyorsan megoldást kell találnia. Amikor az Apollo 13 visszatért, a baleset után a NASA mérnökei mindenről leltárt készítettek, hogy kidolgozhassák a javítás módját. Milóban is leltárt készítenek. Kiderül, hogy az addig nem használt présekből kiszerelhetik a szükséges teflon felületeket. Egész éjszaka dolgoznak az állvány kibővítésén, hogy kiemelhessék az 5 méteres, 2 tonnás acélékeket, kicseréljék a teflont, és ismét összeállítsák a gépet. Másnap reggel 8 órakor már készen állnak a folytatásra. A hét végéig megérkezik az előrejelzett vihar, és egy újabb gép megy tönkre. Így aztán hatalmas megkönnyebbülést jelent, amikor a híd végre eléri a következő pillér jelentette biztonságot. Ezt nem lehet elfelejteni. Örökre bennem marad annak a 4 órának a rettegése. A híd két fele folytatja útját a völgyön át, napról napra, hétről hétre, 14 teljes hónapon keresztül. Milliméterről milliméterre közelednek egymáshoz. 2004 májusában döntő szakaszhoz érkeznek. Az északi oldalról induló rövidebb darab 717 méter megtétele után elérte a végső helyzetét. A hosszabb elem már másfél kilométerre nyúlik ki dél felől. Csak a folyó feletti szakasz választja el őket, ahol nem lehetett ideiglenes pillért építeni. Vajon összeérnek a terv szerint? Ha a számításokba hiba csúszott, akkor Európa legnagyobb haszontalan látványosságát építették fel. Még az egész vállalkozás szellemi atya is kételkedik. A legkevésbé sem voltam meggyőződve arról, hogy a pályatest két fele pontosan össze fog érni. Az esélyek ellenük szólnak. Egy ekkora művelet ilyen pontos kiszámítása herkulesi feladat. Először is az északi és déli kiindulópont más-más magasságban van. Másodszor a híd enyhén kanyarodik. Éppen ezért kellett a híd testét felépítő valamennyi acéllemezt a legpontosabban levágni és összehegeszteni. A mérnöki tudomány diadala volna, ha a két lejtős ívelt szakasz az előírt módon találkozna.
ellenőrzik az időjárás jelentéseket. Amikor a szél a biztonsági határérték alá esik, nekirugaszkodnak az utolsó erőfeszítésnek. A hidraulikus rendszer kimozdítja a hídpálya végét a biztonságot nyújtó hármas pillérről és a rendeltetési helye felé közelíti. Ekkor már 21 mozgatórendszernek kell tökéletes összhangban működnie, hogy elkerüljék a legrosszabbat. Ha bármi baj történik, azért Mark Bonomo lesz a felelős. Mindenki azt kérdezte, honnan tudom, hogy simán fog menni. Biztosítani akartam, hogy a megfelelő helyre kerüljön, ezért GPS-t telepítettem a végére. Így nyomon követhettem a valós és az elméleti helyzet közötti eltérést. A következő két nap és éjszaka során a híd 600 mm-enként a végleges helye felé araszol. A világsajtó is jelen van a két hídpálya szakasz találkozásának döntő pillanatában. A feszültséget tovább fokozza, hogy a francia miniszterelnököt is ide várják az esemény megünneplésére. A híd tovább siklik. Már csak centiméterek választják el a két oldalt, amikor egy hatalmas üveg feskőt függesztenek közéjük. Végre összeértek. A két roppant hídelem összesen 2,5 kilométert tett meg magasan a völgy felett, mégis 1 centiméternél kisebb eltéréssel találkozik. Ez 99,9999%-os pontosságot jelent. Kifizetődött a rengeteg mérés és számolás. Teli találat. A híd törzse egyesült. Elérték az építkezés befejező szakaszát, de tovább folyik a versenyfutás a határidőkkel. A gondok is tovább jelentkeznek. Jól látható a rugalmas acéltest drámai látványt nyújtó gyűrődése. Még a harcedzett hídépítők között is akad, aki kétségbe vonja a szerkezet szilárdságát. Mindenkit nagyon meglepett. A mérnökök azt mondogatták, tudtuk, hogy az acél hajlékony, de azt nem, hogy ennyire. A pilonok és a kábelek feladata, hogy a hidat feszesre húzzák. Minden egyes vaskos pilon 90 méter magas és 700 tonnát nyom. Ez 85 londoni busz tömege. Elhelyezésük a karcsú hídon a mély völgy felett minden eddigén túltesz. Mark Bonomónak ezúttal is akadt terve. Az első emberek, akik függőleges oszlopokat állítottak, az egyiptomiak voltak. Bonomo azt a technikát alkalmazza, amellyel az ókorban az egyiptomi obeliszkeket állították fel a sivatagban. A hídra két óriási kábelekkel rögzített acéltornyot emelnek. Hidraulikus rendszerükkel 1000 tonna felemelésére képesek. A 700 tonnás pilont ez a hidraulika emeli a magasba. Emelkedés közben lassan átfordul, míg végül függőlegesen áll. Ekkor biztonságban a rögzítési pontokra ereszthetik. Bonomo 4000 éves módszere tökéletesen beválik. Miután a 7 pilon a helyére került, hozzáláthatnak, hogy rögzítsék a merevítő kábeleket, amelyek kiegyenesítik a hullámos felületet, és elég erőssé teszik, hogy elbírja a forgalmat. Legalábbis ezt remélik. Az útpálya tömege már a 40 ezer tonnát is meghaladja, akkora, mint egy óceánjáró hajóé. A 154 merevítőnek kell megakadályoznia, hogy belógjon vagy leszakadjon. A legerősebb kábeleket 91 külön acélszálból sodorják. A szakító szilárdságuk 25 ezer tonna. Akár 25 teljes gáztadó sugárhajtású repülőgépet is vissza lehetne tartani velük. A kábelek megfeszítésével a felület gyűrődései a tervnek megfelelően kisimulnak. A 2,5 kilométer hosszú hídon már hüvelykújnyinál nagyobb hullám sincs. Végre a célegyenesbe értek. Felkerül az útburkolat, ami további 10 000 tonnával növeli a terhelést. Mintha 153 tank hajtott volna fel a hídra. Ám az átadás előtt még meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a híd biztonságos.
meg kell felelnie a mindent eldöntő vizsgán. Három év elteltével a francia Milo viaduknak, a világ legmagasabb hídjának kivitelezői végre megtudhatják, hogy jól számoltak-e. Az egypilónos ferdekábeles hidakon, amilyen a normandiai, a nagy terhelés nem jelent gondot, hiszen a szilárd talajba horgonyzott kábelek nem engednek. A Milo viadukt 8 ívének kábelei a szomszédos szakaszon vannak rögzítve. Ha az egyik ívet megterhelik, akkor az lesüllyed és lefelé húzza a merevítőket. A pilonok a másik oldalukon lévő kábeleket felfelé húzva meghajlanak és felemelik a szomszédos hídszelvényt. Ezzel veszélyes hullám alakul ki. A hidat most tesztelik. A 28 teherautó együttes tömege több mint 900 tonna. Mind egy kritikus pontra állnak egy ív közepén. A mérnökök visszafojtják a lélegzetüket, folynak a mérések. Az ív csupán 26 cm-rel süllyed le. Ez a mérnökök diadala. A hidat több mint kétszer ennyire méretezték. 4 héttel később, 2004. december 14-én Jacques Chirac elnök hivatalosan is felavatja a Milo hidat. Büszke pillanat ez egész Franciaország számára. Alig több mint 3 évi építőmunka után megszületett a világ legmagasabb hídja, amelyet 120 évre terveztek. Bár minden valószínűség ellenük szólt, a beruházás vezetői még a határidőt is tartották, de nem erre a legbüszkébbek. Az építőiparban gyakoriak a balesetek. Én azt jegyeztem meg, hogy egyetlen súlyos baleset sem történt. Megúsztuk néhány könnyebb sérüléssel. A híd a megnyitása pillanatától hatalmas sikert aratott. Az igazi megmérettetés viszont csak az első nyáron következik, amikor egész Franciaország nyaralni indul. Ilyesmire senki sem számított. A forgalom a napi 50 ezer járművet is elérte. Autónként 7 eurós díj mellett ez jó hír az építővállalat számára, akik a befektetett 478 millió eurójukat szeretnék visszanyerni. A híd építése regénybe illő, de ugyanilyen regényes a karbantartása is. Thierry és Frank a P2-ért, a világ legmagasabb hídpilléréért felel. Ez az építmény nem tömör beton, hanem tágas kamrák sora. A mai feladat a távközlési rendszer, az elektromos hálózat és mind a 7 szerkezeti szint ellenőrzése. Ez 343 méter mászást jelent. Egész nap a létrán kapaszkodnak felfelé. Alkonyodik, mire Thierry végre feljut az oszlop tetejére. Kimerült, de megvan a jutalma. Csodálatos kilátás nyílik innen. 360 fokos panoráma. A világ legmagasabb hídja jelképpé vált. Ez viszont olyan problémákkal jár, amelyekre senki sem számított. A helybéliek a hidat használják, hogy a sajtó figyelmét a saját ügyeikre tereljék. Ez a tömeg abban bízott, hogy a juhokat a légi autópályára terelve könnyebben jutnak mezőgazdasági támogatáshoz. José feladata megakadályozni, hogy az ilyen esetek veszélyessé váljanak. Ezen a hídon mindig történik valami. A mozgásérzékelő rendszer riasztásait azt jelenti, hogy egy jármű megállt a hídon. José azonnal kiküldi az egyik munkatársát, hogy oldja meg a helyzetet. A legkevésbé sincs szükségük egy többszörös koccanásra egy 2,5 kilométer hosszú hídon, 0,5 kilométerre a talajtól. José a kinagyított képen látja, hogy a vezető kiszállt az autóból, és veszélyes módon a szalagkorlátra ült. Lehet, hogy csak lerobbant az autója, de egyszer már megtörtént, hogy valaki átmászott a korláton és a mélybe vetette magát.
Bruno közbelép. Szerencsére csak egy felelőtlen fényképész, akit az útjára küld. Elmondható, hogy a Miló híd a saját sikerének áldozata. A turisták kedvelt úti célja lett. Az első 9 hónapban 700 ezeren keresték fel. Szerencsére a többség vár a fényképezéssel, amíg leér a hídról. Felséges látvány. 600 kilométert tettem meg, hogy lássam a Miló viaduktot. Erre nem mondhatok mást, mint hogy rendkívüli. Az is vonza az embereket, hogy az építmény első a világon, ugyanakkor hihetetlenül szép, karcsú és kecses. Nem ezt várnánk egy szerkezettől, amely csaknem a harmadával magasodik bármely más híd fölé. Lord Norman Foster az építész is elérte célját, hogy az autósokat megajándékozza a repülés élményével. A fennsíkot elhagyva, az ember valóban repül a hídon át. Szó szerint a felhők felett jár. A végeredmény határozottan elégedettséggel tölti el azt, aki mindezt megálmodta. Valóságos varázslat, hogy itt áll előttem a híd, amit 15 éve elképzeltem. Ez a világon a leghosszabb, csak kábelekkel merevített híd. Ez a világ legmagasabban futó útpályája, és persze 343 méterével ez egyben a legmagasabb híd is, amit valaha építettek. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.